Anton Csehov Sirály című tragikomédiájának bemutatásával indul az idei évad az Egri Gárdonyi Géza Színházban. Bár a Sirály tragikusan végződő történet, első olvasata mégis komédia. A pénteki bemutató kapcsán vendégeink a stúdióban Blaskó Balázs, a darab rendezője, és a főszereplők Misurák Tünde és Kardos Kristóf. Szép estét kívánunk! Szép estét! Köszöntjük Önöket szeretettel! A szerelem a központi témája az idei évadjuknak. Az első bemutató Anton Csehov Sirály című drámája lesz. Miért pont erre a darabra esett a választás? Ez egy nagyon jó kérdés, mert erre a darabra már 2 évvel ezelőtt esett a választás. Ha akkor, azaz 2020 októberében bemutatjuk, akkor mi lettünk volna az elsők az országban, akik hosszú-hosszú idő után újra előveszik Csehov Sirály című tragikomédiáját. Sajnos először a pandémia szólt közbe, aztán megint csak a pandémia szólt közbe, tehát itt hosszú-hosszú kihagyások után végül is két év után tudtuk elkezdeni próbálni és műsorra tűzni és pénteken bemutatni. Azért érdekes a történet és összefüggésben van a pandémiával is, mert utánunk a Szegedi Nemzeti Színház, aztán a Víg Színház jelen pillanatban is műsorán tartja, és legutóbb az Átrium mutatta be. Tehát jelen pillanatban 4 különböző, talán Szegeden már nem megy, de akár 4 különböző színhelyen is mehetne a darab. Azt gondolom, hogy az aktualitását, és különösen az újabb kori aktualitását, talán a pandémia is, és mindaz, ami körülvesz bennünket a világ alakulásában, az energiaválságot illetően, és egyáltalán a világ jelenségeit illetően, ez a darab nagyon alkalmas arra, hogy újra definiáljuk saját magunkat. Tehát újra meghatározzuk a hivatásunkat, meghatározzuk önmagunkat a hivatásunkon belül, mint ki viszonyai szerint, helyzete szerint, és újra értékelje a helyzetét, az életét, a hivatáshoz való viszonyát. Tehát tulajdonképpen ez rólunk, előadóművészekről, alkotóművészekről szól elsősorban, legalábbis ami a környezetet és a szereplők foglalkozását illeti, vagy vágyait, később megvalósítandó vágyait illeti mindenképpen. Tehát ez a fajta önmagunk újragondolása teszi aktuálissá számunkra a darab bemutatását. Ugye, hát ez nem egy egyszerű darab, a Sirály. Alapvetően Csehov nem. Itt említette, hogy lényegében próbálják aktualizálni is ezeket a mondani valókat. A történetnek a magja, az ebben az aktualizálásban sérül-e, vagy eltér-e valamennyire a mondani valója, vagy megmarad ez az alapvető? Nincs aktualizálás. Tehát egyébként is én azt gondolom, hogy egész más elképzeléseim vannak az aktualizálásról. Nem gondolom, hogy színpadra való az aktualizálás. Azért vannak remek művek, és azért vannak klasszikus remek művek, mert mindig aktuálisak. Amikor születtek, és a drámatörténet ívén keresztül is megtartják az aktualitásukat, bármikor mutatjuk be, ezért remek művek, és ezért klasszikus remek művek. A Sirály is ilyen, tehát semmi aktualizálás nincs, egyszerűen emberi tartalmakról szól, emberi sorsokról szól, döntésekről szól, arról szól, hogy emberek egymás mellett élnek, ki dönt a maga élethelyzetei szerint, és ezek a döntések hogyan befolyásolják, milyen befolyással vannak egymás életére, és a közösség életére, már mint a család és a hozzátartozó emberek életközösségére, és a sorsukra. Ugye azt szokták mondani, hogy a sorsunk az a döntéseink sorozata. Ebből alakul ki a sorsunk. Nagyon jellemző a darabra ez. Nagyon sok döntés van a darabban, és ezek a döntések vezetnek mindenkinek a sors kibontásához, és a sorsuk beteljesedéséhez, vagy abba az irányba,
irányba fordulásához. Egyébként ugye az elején említette, hogy tragikomédiáról beszélünk. Csehov mindig azt mondta, hogy bármilyen kicsengésű a darabja, ezeket ő komédiának írta. Mert az életünk és az emberi sorsok, ezek pláne egymás mellé téve is négy fal között, vagy három fal között a negyedikről szemlélve, ezek komikusak általában. Mert hiszen véleményünk van róla, és magunkat is helyettesítjük be ezekbe az életsorsokba, és ezek általában legyenek azok bármilyen tragikus kicsengésűek mégis, mivel rálátunk, ennek van egyfajta komikus összetevője is. Ez a darab is nagyon ilyen, nagyon egy magunkra ismerünk benne, nagyon sokfajta döntésünkre ismerünk, helyzeteinkre, hezitálásainkra, jó és rossz döntéseinkre. Tehát ha aktuális valami, akkor az emberi tartalmai miatt, hiszen az emberi tartalmak és az emberi összetevők, azt gondolom, ezek nem változtak. Tehát sok minden változik, a kütyük, meg nem tudom mi minden, de az érzelmeink, meg a sorsunk, a sorsunk alakulása, már az emberi sorsokra gondolok, ezek ugyanazokat a tartalmakat, ugyanazokat a problémákat hordozzák kezdettől a végig. Színművészi szempontból egy tragikomédiának a megformálása az mennyiben jelent egy másfajta előadásmódot, mint mondjuk akár egy musicalt, akár egy könnyedebb darabot? Hát szerintem semmilyen szinten nem jelent mást, hiszen a komédia része a dologban sokszor a helyzetekben van, vagy a döntésekben van, tehát maga a szerep, vagy a karakter, vagy a színpadon létrehozott helyzetből adódik egyfajta komikus felhangja magának a jelenetnek, vagy a jelenlétnek. Nekem az jutott eszembe, hogy ugye én Ninát játszom ebben az előadásban, és az aktualitásról, hogy ugye ő neki van egy színésznői útkeresése, és egy persze mindenféle egyéb más dolog történik vele a darab folyamán, de hogy ez nagyon izgalmas színésznőként álmodozni egy olyan valótlan, dicsőséges színházi életről, ami tényleg csak egy túl idealizált történet, és ahogyan maga a szerep is megért egy csomó mindent magáról a színésznői létről, vagy a színészi hivatásról, ezeknek az újra felismerése és újraélése, ez nagyon érdekes ezt belül megtapasztalni. Úgyhogy tulajdonképpen ugyanezekkel a problémakörökkel küzdünk minden nap. Könnyen megformálni egy szereplőt, hogyha valamilyen szinten tudnak azonosulni az érzéseivel, az érzésvilágával? Csak úgy lehet. Csak úgy lehet. Máshogy nem. Tehát, hogy mindenképpen azonosulni kell. Tehát az, hogy az ember játszik egy szerepet, az azt jelenti, hogy a magának a karakterének, a személyiségének bizonyos tulajdonságait nagyítja fel, és azt mutatja meg, de az is az emberből indul ki, amilyen ő, ahogyan szeret, ahogyan elveszít, ahogyan él. Csehov szereplőt megformálni nagy kihívás egy színésznek? Vagy nem különösebb mennyes? Mindenképpen. Nekem ez az első alkalom, hogy ilyen helyzetbe kerültem. Borzalmasan nehéz, nagyon nehéz, de szép feladat, és teljes mértékben egyetértek Tündével, hogy ezt sehogy máshogy nem lehet, ez kizárólag így lehet, hogy egyé válik az ember az adott karakterrel, és mindenét beleteszi, amilyen van. És egyébként véleményetek szerint, látva ugye a szereposztást, szerintetek miért rátok esett a választás? Hát én ezt tovább adnám igazgató úrnak, ezt a kérdést. Nem tudom. Igen. Különösen egy vidéki színházban, tehát általában a színházakban egy-egy szerepkörön általában egy kolléganő van. Tehát nem vagyunk sajnos abban a helyzetben, hogy négy-öten várjanak azonos szerepkörben a lehetőségre.
Én 13. éve leszek lassan a Gárdonyi Géza Színház vezetője. Mindig arra törekedtem, és korábban mindig azt vártam korábbi igazgatóimtól, akár itt a Gárdonyi Géza Színházban, akár más vidéki színházakban, hogy a társulatban gondolkozzanak. Tehát egy társulat, ha jól van összeválogatva, akkor a egészen fiataloktól az idősekig minden szerepkörön van férfi és női színész is. Tehát gyakorlatilag, amikor az ember darabot választ, akkor a társulatból indul ki. A társulat kor és erő összetételéből indul ki, és arra próbál olyan feladatokat találni, olyan darabokat keresni, amelyekben a leginkább ki tudják fejteni a meglévő erők, a tudásukat és képességeiket, sőt, ha lehet, egy picit magasabbra emelni mindig a lécet, hogy legyen fejlődés, hogy legyen perspektíva a kollégák előtt, hogy lássák, hogy milyen alkotói évet, most az évekre gondolok, tehát nem a saját életükben, hanem ahogy telnek az évek, milyen darabok, milyen szerepek követik egymást, hogyan épül az ő alkotói életük, alkotói teljességük, hogyan teljesedik ki a személyiségük szerepek által. Tehát ezeket nagyon okosan érdemes megfontolni, hogy ki, mikor, milyen szerepet kap, milyen életperiódusában, élethelyzetében, helyzetében éri egy-egy szerep, a fejlődésének vagy színészi állapotának milyen szakaszában, és mihez segítheti hozzá a jövőt illetően. Ezek nagyon fontos összetevők egy színház hosszú távú vezetése kapcsán, mert ugye sorsokkal, életekkel kell az embernek gazdálkodnia, és ezeket irányítania kell úgy, hogy fejlődjenek, hogy érezzék, hogy értelme van az évek múlásának, hogy lépünk előre, jönnek újabb és újabb összetettebb szerepek, még összetettebb szerepek, és ezeknek a váltakozása, vagy ezeknek az íve adja majd az ő életművüket, vagy a művészi sorsuk beteljesedését és kiteljesedését. Akkor sikeres bemutatót kívánunk, és évadot mindannyiunknak, és köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.